A katódsugarak előállításához az atomokkal való ütközések elkerülésére 1 pászkál alatti nyomás szükséges. Ilyen alacsony nyomáson csak az üvegedény felületén várhatók fényjelenségek. A kilépéshez és a kellő sebesség eléréséhez szükséges magas feszültséget szikrainduktorral állítjuk elő. A nagysebességű elektronokat az anód helyzete nem befolyásolja. Az anód helyzetétől függetlenül mindig ugyanazon a helyen látható az elektronok becsapódását mutató fluoreszkáló folt.